Imádkozzunk. Let's pray. Drága Jézus. Dear Jesus. Kérlek, áld meg ezt a rövid gondolatot. Please ask this. Szólj hozzánk. Thoughts and speak to us. Amen. Amen. Így előjáróba bocsátanám, hogy az üzenetnek vagy úgy lesz vége, hogy kimondom a végén azt, hogy amen. Okay, so this message will come to an end either by me saying amen at the end. Vagy a Dóra így mondja, hogy idő van, menni kéne. Or Dora will show me that it's time, you should stop. Mármint, hogy a kórházba. Or, okay, no, it's time, we have to go to the hospital. Most már, hát kihordta a 9 hónapot bőven. So we are past the 9 month anyways. Komolyan. Seriously. Azt mondta Pastor Kenda, hogy van 50 percem. Pastor Kenda said, I have 50 minutes. Vagy 5, nem emlékszem. Or 5, I don't remember which one. De azért húzom az időt egy picit. Csak úgy. Bocsánat. Kicsit húzom az időt, ezt akartam mondani. Yeah, I'm just... Így van. Várom, hogy Dóra szóljon, yeah, hogy időt. I'm just trying to take up the time and I'm waiting for Dora to tell me to run. Mielőtt ezt a tényleg rövid gondolatot, amit hoztam, megosztanám. But before I would share this really short thought. Így, hát van egy kis bizonyságom nekem. I have a little testimony. Ami arról szól, hogy tegnap előtt, pénteken, akár melyik nap volt az, pénteken. Friday. Délután 3-kor átvehettük az új otthonunknak a kulcsát. 3 PM we were able to get the keys to our new home. Ez még semmi, tényleg, ez semmi. That's really nothing. Nyilván nem semmi, tehát ez of course it is something, but 4 órakor, 5 órakor már ott rajzottak az emberek. And at 4-5 people were already all around us. Nem, 4 óra 5 óra magasságában. Elkezdtünk kifesteni. So we started to paint. Éjfél után már végeztünk is, nagyon gyorsak voltunk. After midnight we already finished it because we were so quick. Másnap reggel visszajöttek ugyanazok az emberek, so mínusz néhány. Morning the same people came back. Befejeztük a festést. And they finished the painting. És délután meg mindent átköltöztettünk oda. And in the afternoon we moved all our stuff there. És még estig sírdogáltunk a Dórával így a lefekvés előtt. Este még sírdogáltunk. Hát igen, hát férfi vagyok, de hát most lehet sírni. Csak nem értem magit. Sírdogáltunk, sírtunk, pityeregtünk ilyen. Hogy mondtuk egymásnak, hogy ez hihetetlen, hogy embereknek szólunk, a barátainknak szólunk. We were kind of crying about it with Dori, like, but we just tell our friends. Hogy jöjjenek, költöztessenek fel bennünket a harmadik emeletre. To come and help us move to the third floor. Egy szűk folyosójú lépcsőházban. And the corridor is really narrow. És feljönnek. And they come. És megcsinálják. And they do it. És csak hihetetlen hálásak vagyunk. And we are just so mindenkért, aki részt vett ebben. Everyone who took part in that. Nincs több időm, nem tudom elmondani neveiket. And because I have no more time, I cannot say all the names, but you know who you are. És ez tényleg kicsit olyan érzésem voltam, hogy Jézus így jött, és akkor így küldte önmagát, a bit, gyülekezetet. Tehát igazából Jézus segített like nekünk költözködni. Jesus helped us to move and he sent the church. Na hát akkor rövid gondolat. János 4-hez lapozzunk oda. Please turn to John 4. És amíg lapozgatunk, így elmondom, hogy néhány nappal, héttel, hónappal ezelőtt beszélgettem néhány emberrel. And while we are turning there, I tell you that a couple of days, weeks, month before I talked to a couple of people. Mi beszélgettünk arról, az ő elmondásaik alapján néha tényleg érezték magukat kicsit egyedül, így gyülekezetben is akár, vagy nem tudtak kapcsolódni bizonyos helyekre, közösségbe. They said that they felt a bit lonely, even here in the church, like they weren't able to connect to the fellowship. És egyébként pont Pásztor Kend egyik üzenetében olyan régen elhangzott egy ilyen mondat is. Not long ago we heard it from one of the messages of Pastor Kenda. Remélem ezt mondta, és nem félrefordítom. I hope this is what he said and I'm not mistranslating. Egyedül érzed magad a gyülekezetben. But if you feel alone in the church, akkor barátkozzál. Then make friends. És én meg ott ültem lent valahol, és azon gondolkodtam, hogy hát ez tök jó. And I was sitting down there somewhere and I was thinking, well, that's great. Nem, mintha nem próbáltam volna életemben. Not that I've never tried that. De attól még így érzem a hiányát dolgoknak, néha én is magányos vagyok, stb. Stb. The lack of things. At times I also feel lonely and so on. De ez egy gyülekezet hibája? But is it the fault of the church? Na mindegy, nézzük meg ezt a részt, aztán anyways, vagy választok, vagy nem.
look at this portion and then I either answer. Azt mondja János 4 elején. In the beginning of John 4. Ez a rész, amikor a samaritánius nővel találkozik Jézus. This is the part when Jesus meets the woman from Samaria. És a negyedik versben azt mondja, ugye János, hogy Samárián kellett vala pedig által mennie. And in verse 4 he says, and he must needs go through Samaria. Most az igazság az, hogy neki nem kellett átmenni a Samárián Jézusnak. But the truth is, Jesus did not have to go through Samaria. Meg volt a jó bejáratott út körbe. There was a good road all around. Biztos már sok üzenet szólt arról, hogy miért kellett körbe menni. Ugye utálták egymást a zsidók meg a samáriaiak, lenézték egymást. The reason why they went around was that the Jews and the Samaritans hated each other. They had oppositions. Jézus meg azt mondja, hogy arra kellett mennem. But Jesus said, I had to go that way. És aztán a hatodik versben azt mondja, hogy ugye megérkezett arra a helyre, ez a nővet, ahol ebben a nővel találkozott. And then in verse 6 it says that he arrived to the place where he met that woman. És ott volt Jákob forrása. And Jacob's well was there. És az utazástól elfáradva, azonnal lejut a forráshoz. Jesus being wearied with his journey, sat thus on the well. Mint egy 6 óra vala, azt mondja. And it was about the 6th hour. És ez a 6 óra, ez azt jelenti, hogy reggel 6-tól eltelt 6 óra, tehát dél volt. So that means it was noon. Na már most az emberek, nem tudom ki volt már azon a térségen, délben meleg van. I don't know how many of you have been there, but at noon it's really hot there. De nem úgy meleg, hogy akkor mit tudom, kigombolom a felső gombomat, vagy akármi, hogy akkor hú, hát azért meleg van. So it's not that I'm maybe unbutton my buttons or something because it's kind of hot. Nem, ott az emberek útaütést kaptak a hőségtől. There people can die of the heat. Az emberek nem utazgatnak délben. So people are not traveling around at noon. Akkor utaznak, amikor hát nem akar őket agyon csapni az a nap lényegében, a napsütés. They move around when the sun is not so strong that would be dangerous for them. Hogy dél volt, és a samári, ez a samáriai nő ment vizet húzni a kútról. So it's really strange how it was noon and the Samaritan woman went to fetch water from the well. Az emberek nem délbe mennek vizet húzni a kútról. People don't go to get their water at noon. És lehet ezt mondani persze, hogy a samáriai nő bűnös asszony volt. And of course we can say that she was a sinful woman. Férje, she had already had 5 husbands and el akarta kerülni she az embereket. Was living together with a man at that time and so she tried to avoid de people. Teljesen mindegy, neki akkor volt találkozott Jézussal. It doesn't matter. She had an appointment there with Jesus at Jézus that nem csinált time. Véletlenül dolgokat, nem csak így kitalált, Jesus hogy hát akkor didn't menjünk do arra, things by accident. He didn't just come up with an idea, oh, let's go that way, and then hát, all of a sudden találkozáson valakivel. There might be some meeting with someone. Nem, ez egy beprogramozott találkozás volt. No, that was a scheduled meeting. És miről beszélgetnek a kútnál? And what are they talking about at the well? A kútnál miről beszélgetni? Vízről. What can you talk about at a well? About water? De Jézus az élő vizet ígéri ennek a nőnek. But Jesus promised living water to this woman. És értelemben én vagyok a samáriai asszony. And in a sense I am the Samaritan woman. Én vagyok az, aki hát már az élet jó megrágta, kiköpte. I am the one who has been kind of chewed on and spit out by life. I am the person who doesn't have friends or has. De mindenképpen vannak mindenféle komplexusaim. But for sure I have different complexes. Jézus azt mondja, hogy Jesus says, ha tudnád, kivel beszélsz, akkor te kérnél tőlem vizet. If you only knew who you are talking to, you would ask living water from him. És utána nyilván elmondja a samáriai asszony, hogy mi az élő víz. He tells the Samaritan woman what living water is. És elmondja neki, hogy ő a messiás, és itt az üdvösségnek a lehetősége. And he tells her that he is the Messiah and she has an opportunity to be saved. És aztán elfut, összehívja a falunak az embereit. And then the woman runs away and she calls all the people from the village. És visszamennek Jézushoz. And they go back to Jesus. És akkor tudjuk a történetet, hogy először a nőnek a szavait hittek neki, utána amikor hallották Jézus, pedig már Jézusért. And we know the story that at first they believed him because of the woman's words, and after they heard him for themselves, then they believed for him. De csak ez a rövid gondolat, ha már így elhúztam az időt. But that's my short thought, as I. Hogy mi az, ami elindította ezt az egészet? Mi az, ami a közösségnek helyet adott? What was it that started this whole thing out? What was it that made place for fellowship? Ez az élő víz. It was the living water. És azon gondolkodtam, amikor így mondta pásztor, hogy barátkozzunk. And pastor said, okay, let's make friends. Hogy
Persze, én menjek el. I thought, yes, I should go. És beszéljek az emberekkel. And talk to people. De ne a barátkozásról, meg hogy hogy vannak, meg ilyenek, but főleg. De ez is fontos, bocsánat, ez a része ennek az egésznek. Mainly about like making friends or how they are, though that's also important and it's part of the package. Öntsen ki ezt az élő vizet, amin van. But I should go and pour out this living water that I have. És ennek az élő víznek a része ez, hogy törődünk egymással. And part of this living water is that we care for each other. Part of this living water is hogy csak szeretjük egymást. That we just love hogy cselekedettel szeretjük egymást. We love each other with works, with deeds. Jézus is ugyanígy hozta az élő vizet, ő Isten ajándéka. Because Jesus brought the living water like this, he is the gift of God. Az ő cselekedetein mindenképpen meglátszik az, hogy hogyan, mennyire szeretett bennünket. And from his works you can clearly see how much he loved us. És ezt tőle megkaptuk, ezt a szeretetet. And we received this love from him. Továbbadhassuk. So we could pass it on. Amen. Amen. Istenünk, kérünk téged. Our God, we ask you. Hogy szolgálj felénk most is. Minister to us. Köszönjük, amit hallottunk már. Thank you for what we have already heard. És kérünk téged, hogy vezess minket a te. We ask you, Lord, to lead us. Gondolataidban. In your thoughts. Szolgálj felénk, Urunk. Please minister to us, Lord. Add a te szellemednek a vezetését. Give us the leading of your spirit. A te bátorításodat. Your encouragement. A te vigasztalásodat. Your comfort. Köszönjük, Urunk. Thank you, Lord. Nézhetünk rád. That we can look at you. És várhatunk tőled. And we can have an expectation from you. Urunk, benned bízunk. Lord, we trust you. Valóban arra az élő vízre van szükségünk. And we truly need that living water. És ezt csak tőled kaphatjuk. And you are the only one who can give it to us. Mi kérünk, hogy add nekünk. So please do so. Ott, ahol vagyunk. Wherever we are. Az életünkben. In our lives. Szívünkben. In our hearts. Gondolkodásunkban. In our thinking. Szolgálj felünk személyesen. Please minister to us in a personal way. Jézus nevében. In Jesus name. Amen. Amen. Kérlek, olvassátok el a János 6. fejezetének az első 3 versét. Please read the first 3 verses of John 6. Csak így magatoknak. For yourselves. János evangélium a 6. So the Gospel of John, chapter 6, first 3 verses. Csak olvasd el magadnak. Read it for yourself. Öröm és áldás veletek lenni a mai napon. It's a joy and a blessing to be together with you today. És együtt nézni az igét. And to look at the word nézni together. Együtt Krisztusra, együtt to gondolkodni. Look unto Christ together, to think és together. Erre hívlak benneteket. And this is what I call you to do. Valahányszor így megosztjuk az igét. As many times as we share the word. Valahányszor kinyitjuk itt a Bibliát, as az erről szól. As many times as we open up our Bibles here, this is what it's about. Nem csak arra hívunk. We are not only calling hogy ülj és hallgass, to sit and listen, hanem arra, hogy gondolkodjunk együtt, but that we would think together, és forgassuk ezt a szívünkben. And that we would turn these things in our hearts. Ezekben a versekben in these verses, látjuk, hogy Jézus nagy sokaság követte. We see that Jesus was followed by a great multitude. Ha jól értjük, if we understand it correctly, talán ez lehetett a harmadik Páska. This must have been the third Passover. Jézusnak a szolgálatában. During the ministry of Jesus. Ez az az idő volt. This is what time it már was. Már nem volt olyan új ez az egész, amit Jézus csinált. So what Jesus was doing wasn't so new már anymore. Már nem volt olyan ismeretlen. It wasn't so unknown. Olyan, so strange. So like, hey, what's that? Egy kicsit olyan, mint ahogy ma van a kereszténység. It's a little bit like Christianity is today. Még nem vagyunk egészen a dolgok végén. We are not at the very end of things. Ezt onnan tudjuk, hogy we tudod, know, hogy azt mondja nekünk, hogy lesz egy hitehagyott gyülekezet, amikor az egyház mint olyan ilyen langyos lesz. We know that because
the scriptures tell us that there will be an apostasy where the church as such will be lukewarm. Laodicean church in the book of Revelations we read about. És ma hál' Istennek még látjuk a gyülekezetet aktívnak. But today, thank God, we can still see the church active, full of love. We can see the church full of worship, full of prayer, and it's important. Ez jelent nekünk valamit. That means something to us. De mégis. But still. Ma 2000 évvel Jézusnak az eljövetele és 2000 years after Jesus is coming. A keresztre feszítésének és a feltámadásának is a 2000. évfordulóját. And soon it's going to be 2000 years after his crucifixion and resurrection. Ma már nem olyan új a kereszténység. So today Christianity is not so new. Már nem olyan, hogy ez meg mi ez. It's not like, hey, what's this? Hanem már olyan, hogy hogy a kereszténység, tudod. Oh yeah, Christianity is boring. We know it already. És Jézus itt így volt. And this is how Jesus was here. Már sokan ellene mondtak. Already a lot of people were speaking against him. A lot of people were criticizing him. Judas már gondolkodott, hogy lehet, hogy át kéne nyergelni egy jobb lóra. Was already thinking about finding a better place for himself. Már nyilvánvaló volt. It was already obvious. Hogy a farizeusok, a főpapok, the Pharisees, the high priest, hogy az egész vezetőség utálja őt. Már leadership hated him. It was already obvious. És mégis azt olvassuk. Still we read. Hogy nagy sokaság követte őt. A great multitude followed him. És arra gondolok, ez a csodálatos dolog a világunkban. And I think this is a beautiful thing in our world. Hogy olyan sok minden van az Úr ellen. And there are so many things against the Lord. Fölmész az internetre. You go online. Annyian szapulják szapulják Jézus nevét. Speaking in a bad way about the annyian name of vetik, Jesus. Annyian vetik őt meg. There are so many who are mocking him or despising him. There are so many arguments olyan against him. Olyan sok démoni gyűlölet van. There is so much demonic hatred against Jesus Christ. Jézus a megváltó ellen. Against Jesus the Savior. És csak mellesleg szeretném and ezt megemlíteni. And by the way, I'd like to mention this. Ne gondold, hogy minden ellenállás Jézussal szemben természeti. That every opposition against Jesus is natural. Még a te életedben sem. Even not even in your life. Amikor nem akarod őt, lehetséges, hogy van egy démoni része a dolognak. That it has a demonic part to it. Szóval annyi minden van ellene. So there are so many things against him. De mégis követik őt. But still people follow him. Still we follow him. And a lot of people follow him. Az iszlám világban. In the Islamic world, mennyi ellenállás van. There is so much opposition. Elveszítheted a munkád, you can lose your családod, job, your family, az életed, your life. Nincs tolerancia, there is csak no tolerance. That's just stupid talking. Nincs tolerancia. There is no tolerance. You can lose anything. És logikusan azt mondanám. And logically I would say, akkor miért követnéd őt? Then why would you follow him? Ha ennyit veszíthetsz rajta. If you can lose this much. És mégis emberek követik őt. Still people follow miért? Him. Why? Azért, mert látunk valamit. Because we see something. Mert hát valakit. Or someone. Látjuk Jézus. We see Jesus. És azért követjük őt. And that's why we itt follow him. Here we read. Ezek az emberek látták a csodáit. These people saw his miracles. Amiket a betegekkel tett. Which he did on them that were diseased. És ugyanígy mondhatnánk mi is. And we could say mi követjük the same Jézust. Way. We follow Jesus. Mert láttunk belőle valamit. Because we saw something of him. Tegnap beszélgettünk az evangelizáció után a Corvinnál. Yesterday after the outreach at Corvin we were talking. És valaki azt mondta, and somebody said, láttam az örömet. I saw the joy. És láttam az örömet, és azt mondtam, én ezt nem akarom kihagyni. I saw the joy and I said I don't want to miss out on that. Valaki más azt mondta. Someone else said. Láttam a szeretetet. I saw the love. Megláttam valamit a szeretetből. I saw something Isten from this love, from the love of God. A gyülekezetben, a más, annak a hívőnek az életében. In the life of this other believer. És azt mondtam, hogy én ezt nem and akarom I said, elmulasztani. I don't want to miss out on that. Láttunk valamit. We saw something. Egy kicsit. Something, belőle, a little bit of him, munkájából. Of his work. És nagyra érték, és azt mondtuk, ezt and akarjuk. We said, this is what we want. Ez az, amit akarunk. This is what we want. Jézus, amikor beszélt, when he spoke, amikor ő tanított, when he taught, akkor úgy tanított, and he did it, ahogy senki más. Like no one else before. Az emberek elámultak rajta. People were amazed at him. Az emberek azt mondták. People said, soha senki nem beszélt úgy, mint ő. No one has ever spoken like beszélt. Him. He speaks differently. Tudod, miként? How?
Okay, kérdezd meg a szomszédodat. Right, ask your okay, miként neighbor, beszélt Jézus másként? How was the way Jesus spoke different? Miben beszélt Jézus másként? How was, mint azok, how did he speak different than the ones who came before him? A tanítók, a proféták, the teachers, the prophets, nem tudom, a farizeusok, the Pharisees. Miben beszélt ő másként? Kérdezd meg a melletted how did he speak mondjál differently? Róla te is valamit. Just ask the person next to you and then say something. Okay, remélem, hogy ez... Bízom benne, hogy hallottál valami építőt. I trust you heard something edifying. És most átadom and Gyöngyinek a szót, és ne csak fordít, ne csak vicce. Annyira jó volt, amit Gyöngyi mondott. Igazán a János 13-ból emlékeztek. So you remember in John 13, amikor azt mondja, hogy ogy tudta, hogy az atyától jött, és hogy ő hozzá megy. He came from the father and he goes back to him. Hogy Jézus látta a nagy képet. Jesus saw the big picture. Úgy beszélt, mint valaki, aki látja a nagy képet. And he spoke someone who sees the big aki picture. Aki tudja, hol kezdődik az élet és someone hol ér véget. Who knows where life starts and where it tartunk, ends, nem? Where we came from and where we are going to. Aztán egy másik dolog, amire then gondoltunk. Another thing that we thought of. Nyilván a szeretet. Obviously is love. Beszélt, the love that he spoke with. But the way it was manifested. Úgy értem, gondolj bele. I mean, think of it. Kikkel beszélt? Who did he talk to? Jézus szóba állt a kánaánita asszonnyal. Jesus started to talk to the Canaanite woman. Akivel senki nem állt volna szóba. And no one would have Jézus spoken to. Zákeussal. Jesus spoke to Zacchaeus. Akivel senki nem állt szóba. And nobody wanted to talk Jézus, to. Jézus szóba állt a leprásokkal. Jesus spoke to the lepers. Nem? Oké, okay, mi volt még? Mit hallottatok? What else még? Valaki did you akar hear? Mondani? Is there anything you want to share? Vámszedőkkel, igen, való Mátéval szóba állt, igazad van. Yes, he also spoke to the tax collectors like Matthew. But is there anything Jézus else, másként? Like how Jesus spoke differently? Hatalommal, igen. With igen, authority. Tekintéllyel, valóban. With authority, és igazán yes. Erre is gondoltam. And that's what I also thought about. Az előző fejezet végén. At the end of the previous chapter. Nem fogjuk végigolvasni. You're not going to read it now. 43-tól a 46. versekig. But verses 43 to 47. Azt olvassuk. We read. Hogy az ő tekintélye nem magától jött. That his authority did not come from himself. Nem is emberektől jött. He did not come from men. Tudod, nem azt mondta. He didn't say. Hát tudnátok, hogy én milyen jó iskolákban tanultam. Oh, if only you knew what good schools I attended. Tudjátok, beszélgetünk. Now we are talking. Vitázunk. We have an argument. És aztán azt mondom. And then I say. Na jó, de én a Harvardon végeztem. All right, but I graduated from Harvard. Tudod, úgyhogy. Mindenki fogja be. So én vagyok a legokosabb közöttetek, tudjátok. Tehát Jézus ezt nem csinálta. Jesus didn't do this. Tulajdonképpen actually, meg is voltak rá lepődve rajta. People were surprised at him. Azok, akik ezekbe az iskolákba jártak. I mean those people who attended those schools. Máté 7:28-ban, 29-ben. Matthew 7:28-29. Máté 22:33-ban. Matthew 22:33. Azt mondták, hogy tudhat ez az ember ennyit, mikor nem is járt a Oxfordba? How can this man know so much when he never went to Oxford? És Jézus nem mondott ilyeneket. Jesus didn't say things like that. Az ilyen és ilyen rabbi azt mondta, úgyhogy igaz. This and that, I mean, Rabbi so and so said this, so it's true. Nem, hanem azt mondta. No, he said. Mózes megírta. Moses wrote about it. Tudod, azt olvassuk Dávidtól. Or this is what we read from David. Az igéből idézett. He quoted the word. És az atya. And the father. Bizonyságot tett mellette. Testified. Ahogy nem olyan régen beszéltünk róla János 5-ből. As we spoke about this in John 5 not long ago. Okay, 5. vers. Then verse 5. Amikor Jézus feltekintett és látta, hogy nagy sokaság jön hozzá, azt mondta Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, when shall we buy bread that these may eat? Okay. Amikor Isten munkája zajlik, when the work of God is going on, akkor lesznek problémák körülötte. Then there's gonna be problems around it. Nem tudom, tudjátok-e, miről beszélek. I don't know if you know what I'm talking amikor about. Amikor követjük Jézust, when we follow Jesus, akkor lesznek köztünk then ügyek. Then there gonna be issues between us, among problémák. Us, tension and problems. Amikor az ő munkája zajlik, when his work is going on, akkor lesz felvetődnek gondok, then szükségek. Troubles and needs will come up. És ezt láttuk az új szövetségi gyülekezetben. And we saw this with the New Testament church. Apostolok cselekedetei 6-ban. In Acts 6. Volt egy megagyülekezetük.
They had this mega church. Több ezer ember. Several thousands of people were in the és church. És problémáik voltak. And they had problems. És nem tudta, és tudod, és nem volt, és nem volt, nem volt leszervezve a dolog. And it wasn't organized well. És az apostoloknak segítségre volt szükségük. So the apostles needed help. És figyelj, így vagyunk mi is. And mindig this is the same way. How we are, we always need help. És kérünk, hogy imádkozzatok a gyülekezetben ezért. Pray in the church for that and a másik oldalról. On the other hand, gondolkodj rajta. Think about it. Ha tudsz segíteni. If you can help, akkor kérlek, hogy légy része. Then please be mindig part van szükség of this. Isten munkája körül. There is always some need around the work of God. Egyszer régen. Once long time ago. Emlékszem, hogy beszéltem erről. I remember I spoke on this. És szerintem hallottam is valahol erről. And I think I also heard about this. Azért beszéltem róla. And that's why I mentioned it. Hogy tudod, hogy nem azt, hogy a gyülekezetben. That in the church. Nem úgy van, hogy mikor kapok már valami, nem is tudom, pozíciót. It's not like when am I gonna get a position. Hanem úgy van. But it's hogy látok egy szükséget. That I see a need. És aztán ha Isten indít rá. And then if God moves akkor beállok és teszem. Then I és aztán do részem it. Van. And I have a part. És egy kicsit olyan ez a szem, mint amit Dávid and is it's mondott. A little bit like what David said. Hogy kiöntök az élő vízből, amin van. That I pour out hogy adok of the living water that I have. I give something, I minister. Okay. Hatodik vers. Verse 6. Tehát mikor, bocsánat, ötödik versben még, honnan, azt mondta Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? So, still verse 5, he told Philip, whence shall we buy bread that these may eat? És aztán ezt olvassuk. And then we read. Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Ez az egyik legnagyszerűbb dolog a hívő életében. This is one of the most amazing things in the life of the believer. És az egyik legnagyobb problémánk is. And also one of our greatest problems. És ez. And it's this. Hogy Jézus már tudja, hogy mit fog csinálni. And Jesus already knows what he's about to do. Neki már megvan a terve. He already has his plan. Jeremiás 39:11. Jeremiah 39:11. Azt olvassuk, hogy ő Isten tudja az ő terveit ránk nézve. We read that God knows his plans concerning us. És ráadásul azt is tudhatjuk, hogy azok jó tervek. And we can also know that those are good plans. Hogy olyan terve van, hogy egy kívánatos helyre vigyen minket. That he wants to give us an expected end. That's his plan. Egy olyan dolgot, amit a legtöbb ember életében végig pedálozik ő neki, meg ez a terve, hogy ezt nekünk adja. Like most people spend all their lives working to achieve something, reach some at some point, and then it's God's plan to give it to us. És ez a nagyszerű, hogy tudom, hogy Jézusnak van egy terve. And that's the great thing that I know that Jesus és has tudom, a plan. És tudom, hogy ő már tudja, mit akar csinálni. And I know he already knows what he wants to do. De ahogy itt látjuk, ő valami mást is tesz. But as we see it here, he does something else as fogja well. Fogja Fülöpöt. He takes Philip. És szépen bevonja. And includes him. Azt mondja Fülöp. And he says, ha Philip, itt állnál, if you were a döntés helyén. Standing here at the place of decision. Te lennél Isten. If you were God, mit csinálnál? What would you do? És ez a gondolat. And this thought, hogy Isten bevon minket. That God involves us. És azt mondja, hogy gyere. Includes us in his work. Legyél része. And he tells us, come, be szeretném, part. Szeretném, hogyha része lennél. I'd like you to be part ha of this. Ha tudnád. If you knew. Hogy milyen. What it is like. Döntéseket hozni. To make decisions. Szeretném, ha felnőnél. I'd like you szeretném, to grow up. Szeretném, ha velem járnál ebben. I'd like you to walk with me in this. Nem azt akarom, hogy csak vigyázz be és tedd, amit mondok. You to hanem, just do what I tell you. Hanem tanulj gondolkodni velem. But learn to think with me. Erről szól, ezért beszélünk az elmélkedésről. That's what it's about. That's why we speak about meditation. Ezért mondjuk, hogy fogd a Bibliát. That's why we say, olvasd, take your Bible and read it. Olvasd, and not only read. Hanem gondolkodj. But also think about it, and not only think about it, but turn it around in your heart for days. Akár ugyanazt a verset, maybe the same verse. És ne csak ezted, hanem kérdezd Istent róla. But not only do this, but ask God about it and talk to Him about it. Ha nem értesz egyet vele, mondd el neki. If you don't agree with Him, just tell Him. Én nekem volt ilyen. It happened to me. Példabeszédeket olvastam. I was reading Proverbs. És nem értettem egyet a háromnegyed éve. And I couldn't agree with three quarters of it. Istenre.
And I was mad at God. És elmondtam neki. And I told it to him. And I asked him about it. And we spoke about it. És évek alatt válaszokat kaptam rá. And during the years I received answers to this, and I'm thankful for it. De Isten be akar vonni minket a folyamatba. God wants to include us in this process. Nem csak meg akarja csinálni, nem csak el akarja végezni az ő munkáját. He not only wants to do his work, hanem minket is benne akar látni. But he also wants to helyet, see us in it. Why? Mert helyet akar adni nekünk. Because he wants to give mert us azt akarja, a place. Hogy tudjuk, because he wants us to hogy know nekünk részünk van that we have a part az ő szívében. In his heart. Nekünk részünk van that we have a part a mennyben. In heaven. Nekünk részünk van that we have a az part ő országában. In his kingdom. Az ő akaratában. In his will. Mi nem vagyunk távol ettől. We are not far from this. És azt mondja, gyere. And he says, come, Philip. Te mit csinálnál? What would you do? Vagy azt mondja neki. Or he tells him, Philip, adj nekik te enni. Feed them. Adj nekik te you enni. Feed them. Mi van? What? Mi van? What? Hülyeskedsz velem? Are you kidding me? Mi van? What? De ez az, amit itt látunk. But this is what we see here. A Jézus már tudta, hogy mit akar tenni. Jesus already knew what he would do. És ez a problémánk. And this is our problem. Hogy most azt kell kérdeznem hívőként. But now as a believer I have to ask. Okay, mit akar Isten? All right, what does God want? Mi az, amit ő tenni fog? What is he going to do? Merre megy ő? Where is he mit fog heading? Ő csinálni? Which direction and what is he going to do? Because I want to walk with him. Tudni akarom az irányát. I want to know his direction. Nem akarok akadály lenni. Because I don't want to be a hindrance. Azt meg semmiképp nem akarom, hogy az ő akarata csak így elüssen engem, mint egy gyorsvonat. And I nyilván. Don't want his will to hit me or overrun me as like a train would. Tudod, de nem, tudni akarom az ő akaratát. No, I want to know és his ez a will. Problémám. And this is my honnan problem. Honnan fogom tudni az ő akaratát? How will I know his will? És figyelj, a kereszténységen belül is sokféle ötlet van erre. Even within Christianity there are lots of different ideas hogyan about that. Hogyan találom meg az ő válaszait? How do I find his answers? Az ő megoldásait, his solutions, az ő akaratát. His will. És lesz, aki azt mondja. And some say. Ahogy érzed. The way you tudod feel, az érzelmeid. You know your emotions. És mi azt mondanánk, hogy ez and nem olyan jó ötlet. Say, well, that's not such a good idea. Tudod, Isten azt mondja, menj, de én nem érzem God úgy. Says, go, but I don't feel like sokszor it. Nem érzem úgy, hogy arra kéne mennem, amerre Isten hív engem. Many times I don't feel like going the direction God is calling me ha to. Ha ez túl őszinte neked, akkor sajnálom. If it's too honest for you, then I'm sorry. Sokszor nem érzem but úgy. Many times I don't feel like de Isten it. But God jobban tudja, mint én. Knows better. És biztos jobban tudja, mint az érzelmeim. And for sure he knows better than my emotions. That's guaranteed. Az érzelmeimen múlna. If it was up to my emotions. Már biztos elváltam volna. I'm sure I would have gotten divorced already. Az érzelmeimen múlna. If it was up to my emotions. Lehet, hogy agyon csaptam volna a fiamat. I might have killed my son once. Lehet, nem maybe. Tudom. I don't know. Tudod, ha az érzelmeimen múlna. If ne, it, nem. It was ez nem megfelelő válasz. Up to my emotions. But that's not a right answer. Mert az érzelmeim, because my bocsánat, emotions, nem arra I'm sorry, vannak kitalálva, hogy gondolkodjanak but they az are életemben. Not made to think in my life. Mások azt mondják, others say, hát az élményeid. Well, your experience, a tapasztalásaid. Your experience, megint más azt mondja, others, az észszerűség. Well, reason, az észszerűség. Az az, ami megmondja. That's what tells you. De sokszor nem észszerű. But many times it's not reasonable. Tudod, a zsidók, mikor kimentek Egyiptomból, when the Jews left Egypt, akkor a Vöröstenger felé mentek. Then they turned towards the Red Sea. És az egyiptomiak mondták is. And the Egyptians even said it. Oh, hey, valami, tudod, tönkrement a GPS-ük. Nem a megfelelő irányba mennek. They have some problem with their GPS. Nem they a are not heading the mennek. Right direction. Elvesztek a sivatagban. They are lost in ezek the wilderness. These stupid ones. Menjünk, öljük le őket. Let's go and kill most them. Most könnyű lesz. All. Now it's gonna nem be easy. Nem tartanak sehova. They are not heading anywhere. Okay, de tartottak valahova. Right, but they were. De nem volt észszerű. But it was not reasonable. Emberileg. Humanly de Istennek speaking, volt egy nagyobb terve. But God had a greater plan. És figyelj, ezért and mondjuk listen, azt. That's why we say, nem az érzelmek, not emotions, nem az észszerűség, not reason, nem a tapasztalat, not experience, az élményeink,
Okay, ezeknek mindnek van haszna. All these are useful. Mindnek lehet haszna. They can be useful. De mindezek fölött ott van Isten but igéje. Amen. Above these all we have the word of God. Isten igéje, amen. Ami objektív, the word of God, which is objective, ami változhatatlan, which is, cannot be changed. És tudod, azt mondjuk, hogy ez az. And we say this is ezért it. Fordulok az igéhez. That's why I turn to the word. Mert vele akarok gondolkodni. Because I want to think with him. Istenem? What is your will, my God? És ezt az igéből fogom megtudni. And I will know it from the word. És ez az, amire szükségem van. And this is what I need. Okay. Fülöp azt feleli. And Philip answered. 7. vers. Verse 7. 200 dénár áru kenyér sem lenne elég ezeknek, hogy mindenki kapjon valami kis falatkát. 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. És aztán azt mondják. Then they say. Van itt egy gyermek, 9. vers, akinek 5 árpa kenyere van, és 2 hala. De mi az ennyinek? There is a lad here which hath 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? Sok sem lenne elég. Even a lot would not be 200 dénár ára se lenne elég. Even 200 penny worth of bread would és not be hittem, enough. És azt hittem, hogy annyi pénzünk van, de épp az előbb kérdeztem Júdást, aki az erszénytőrzés. Csoda mód valamiért nincs annyi pénzünk. And I thought we have this much money, but I just asked Judas who has the money bag, and for some reason we don't have that much. Csak 20 dénárunk van, nem értem. We only have 20, but I don't know why. Anyways. De ez a kevés, amink van. But that little that we have. Ez a pár hal, ez a pár kenyér. Those few bread and fish. Mi ez? What is that? És a válasz az. And the answer is. Röhelyes. It's ridiculous. Röhelyes. It's ridiculous. Nevetni való. You can just laugh at it. Tudod, vicceket lehet belőle gyártani. You can make annyira, jokes annyira of kevés. It. It's so little. És a szükség az hatalmas. And the need is ennyi great. Ember. So many és óriási people. Szükség. And a great need. És figyelj, sokszor azt gondolom. And many times I think. Hogy ez az, ami megállítja a szívét. Sok embernek. A lot of people's heart. 78. Zsoltár 19. Psalm 78 verse 19. Azt kérdezték. They asked. Vajon Isten képes asztalt teríteni a pusztában? Can God prepare a table in the wilderness? És ezt a kérdés jogos a kérdés. And egy it's a rightful question in a sense, isn't hát hogyan? It? I mean, how hogyan could he do that? Ez meg? How would it happen? De a zsidók ott voltak 40 éven át a pusztában. But the Jews spent 40 years in the wilderness. Kb. Másfél millió ember. About 1.5 million people. Mennyi étel kell oda? How much food is necessary? How much water is és necessary? És a pusztában egyikből sincs elég. And in the wilderness, you don't have enough of either of és these. És mi történt velük? And what happened to them? Isten képes volt asztalt teríteni a pusztában. God was able to prepare a table in the wilderness. És figyelj, értem ezt. And I understand this. Könnyű így gondolkodnom, it's nem? Easy to think like this. Nekem is, neked for is. For me and for you also, for each one of us. Tudod, nekem nincs elég hitem, hogy megtegyem azt, pont. I don't have enough faith to do this and that. Okay, csak nem kell fölemelni a kezed. You don't have to raise your hand. De hányan gondoltunk már but erre? But how many of us already thought like this? Arra. I don't have enough faith for legyen that. Legyen az akármi. And that can be anything. Nem tudom. I don't know. Nem tudom. I don't know what. Nekem it can be anything. Hitem. I don't have enough faith amennyi for it. Amennyi hitem van. The amount of faith I have. És amennyire szükség lenne. And the amount I would need. Amin van az röhelyes. Like what I have is just ridiculous. Elégtelen. It's nothing. Okay. Insufficient. Másik. Nekem nincs another elég pénzem. I don't have enough money. Hogy adjak erre. To give for hogy, this. Hogy megoldás meglegyen ez oldva. That this would be solved. Hányszor gondoltuk ezt? How many times did we think of this? A Kárisra gondolok, az iskolára. I think of Káris, the school. Hányszor láttuk ezt? How many times we witnessed this? A mit tudom én, a terem bérleti díjára. The rent for the és, building. És tudod, most ez a miénk, de nyilván most is fizetnünk kell dolgokért benne. And now it's ours, és but still we have to ezt? Pay for things in it. But so many times we saw this az előjárókkal, with the elders, hogy amink van, that what we have az itt van, is here, és a szükség az itt van, and the need is up there. És azt mondjuk, and we say, Isten tudja, God knows. De ez egy kihívás nekünk. But it's a challenge. Mert könnyű azt mondani. Challenge for us, because it's easy to say, nem elég. Money is not enough. Okay, még egy. Another thing. Nekem nincs elég szeretetem. I don't have enough neked. Love to forgive you. Okay. Tudod, mennyire könnyű felmérni, azt mondani. How easy it is to
measure it and to say there is not enough love, so I would forgive. És mondhatnánk akármilyet. And we could say, we could continue the list, like I'm not prepared hogy enough elkötelezzem magam arra. That I would commit nem myself for that. I'm not tudom, prepared hogy enough a vasárnapi that I would teach in Sunday school maybe. Elég hitem. I don't have enough tudod, faith. Nem vagyok eléggé ott. I'm not there és hogyha yet. Így gondolkodom, and if this is the way I think, akkor mennyi minden nem fog megtörténni, then so many things won't happen amire Isten elhívott minket, that God called us to. Akkor mennyi minden fog kimaradni az életemből. Then there will be so many things outside of my life. Mennyi csodát mulasztok el? And I will miss out on so many és miracles. És annyira szükségem van arra, hogy hitben menjek ennek neki. And I really need to és azt mondjam, go forward in faith and hogy, say, hogy, hey, várj egy kicsit. Hey, wait a minute. 4 Mózes 11:23. Numbers 11:23. Mikor rövidült meg az Úrnak a karja? When did the arm of the Lord become short? Mikor lett az ő ereje kevés arra, hogy elvégezzen when valamit? Did his strength become insufficient to do something? Mikor lett ő túl kicsi ahhoz, hogy cselekedjen ebben a világban? When did he become too small so he would work, he would move in this world? És Fülöp mondja ezt. And Philip says that. Mi lenne, tudod, ez nem elég. It's not enough. És András. And Andrew azt mondja, ez nem elég. Says it's és not szerintem enough. Minden tanítvány ezt mondja, és én is ezt and mondanám. I'm sure all the disciples said this, and I would also say that it's not enough. De itt a nagy kérdés. But the big question is this. Tizedik vers. Verse 10. Jézus pedig azt mondta. And Jesus said, ültessétek le az embereket. Make the men sit down. Ami azt jelenti, which means, ültessétek le őket, hogy enni fogunk. Have them sit down so that we could eat. Ültessétek le őket, hogy enni fogunk. Have them sit down so we could eat. Oh, mi van? What? Mi van? Hogyan? What? How? Az érveim, az érzelmeim nem azt mondják, hogy my így kéne tenni. My argument, my reason, my emotions don't say és so. És figyelj, itt ez a fontos dolog. And the important thing is tanulnom this. Tanulnom kell engedelmeskedni. I have to learn to obey. A legnagyobb problémánk. Our greatest szerintem manapság nem azzal van, today, I don't think is, hogy képes vagyok-e érteni, whether I'm able to understand, hanem avval, hogy képes vagyok-e engedelmeskedni, but whether I'm able to obey, képes vagyok-e elfogadni, am I able to receive, képes vagyok-e alázatos lenni, am I able to be humble. Ez a nagyobbik kérdés. That's the szerintem ez question. A nagyobbik probléma a számunkra. I think that's the bigger problem for us. Van némi műveltségünk, we have some aztán legtöbben education, tudunk írni, olvasni, I think most jártunk of us can iskolába, read and write and we went to school. Megérteni dolgokat, we are able to understand things. De tudod, but itt a nagy kérdés. The big question is this. Mondd neki, hogy üljön le, enni fogunk. Just tell them to sit down, we are going to eat. És ők megtették. And they did it. Volt hitük. They had bíztak, the faith to do it. They trusted. And then they saw the miracle. De erre van szükségem. But this is what I need. Mekkora ostobaság leültetni őket úgy, hogy nincs ételünk. What foolishness it is to have them sit down without having the food. És a válasz az, hogy nagyon nagy ostobaság. And the answer is, it's great foolishness. Ha Jézus nem mondta. But Jesus said it. Hogyha Jézus nem mondta volna. If he didn't say it, it would have been és aztán foolish. 11. vers. And then verse 11. Jézus vette a kenyereket, hálát adott, szétosztotta az ott ülőknek, hasonlóképpen a halakat is, amennyit akartak. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. Okay, ez a kulcsa az egész történetnek. That's the key ez to a lényege. The whole story. That's the main thing. Jézus vette a kenyereket. And Jesus took the bread. Hálát adott. He gave thanks. És szétosztotta. And distributed és it. És hogyan csinálta? And how did he do odaadta that? A tanítványoknak. He gave it to the és disciples. És a tanítványok adták tovább. And then the disciples passed it on. Ahogy beszéltünk erről, hogy ő as be akar vonni minket that he ebbe wants a dologba. To include us. Ő azt akarja, hogy benne legyünk. He wants us to be part of this. Hogy lássuk, hogy milyen ebben benne lenni. That we would see what it is like to be part of it. That we would see the trust. A lehetetlent megtörténni. We would see the impossible happen. And this is what hitre. He is calling us to faith. Mondja, gyere velem, and he says, és come legyél with me ebben. And be with me in this. És figyelj, honnan jön a kenyér és a hal? And where does the bread and honnan the fish come from? Where honnan does satisfaction come from? Where does the answer come from? Honnan where does the solution come from?
And the deliverance honnan come jön a hűség? From, does honnan jön az öröm? Faithfulness and joy come és a válasz from, az, hogy Istentől. And the answer is it all comes from God. Jézustól jön. It comes from Jézustól Jesus. Jött az egész. This all came from Jesus. Okay, ez nyilvánvaló. It's obvious. De lehet némi zűrzavar. But there can be some confusion. Mert az 5000 ember, aki ott ült. Because those 5000 people sitting there. Ők lehet, hogy Andrástól kapta. Maybe they received it from Andrew or Bartholomew tudod, or kapta whoever. A kenyeret és a halat. So they received the bread and the fish mondta, from them and they said, oh, én követni fogom ezt a Jakabot életem végéig. Oh, I'm gonna follow this James till the end of my life. Mi, mert az űrzavar az ez. Because that's the confusion. Ő adta nekem az ételt. And he was the one who gave me the food. Okay, de meg kell látni valamit. All right, but we have to see something. És nemrégen egy ebéd reppen beszéltünk erről. And not erről. Long ago at a lunch rep we spoke about this. Mi a miénk és mi az ami Istené? Like what is ours and what is God's? Az ő munkájában. In his work. És az emberek könnyen összezavarodnak. And people get easily confused. Mi nyilvánvalóan emberek vagyunk. We are obviously people. Nem mi vagyunk a forrása. We are not the source of ha van egy áldás, if there is ha Isten a blessing, szól hozzád, if God ha van egy speaks to you, if there is an answer, ha van egy cél, amit Isten felemel előtted, a purpose ha van egy elhívás, God gives you, if there is a calling, az nem rólunk szól, then it's not about us. De össze lehet zavarodni. But we can be confused. És egy értelemben azt gondolom, a hogy, sense, a, hogy a GGVO-ban ezért csináljuk úgy a dolgokat, ahogy csináljuk. That this is why we do things the way we do in GGWO. Hogy a pásztorok, a vezetők nagyon is emberek. And the pastors, the leaders are men, like really men. Emberből vagyunk. We are made of men. És tudod, nem igyekszünk azon, hogy nagyon nem igyekszünk azon, hogy ilyen különösen méltóság teljesen nézzünk ki, so tudod. So we don't really try to look really dignified. Nem igyekszünk azon, hanem emberek we don't vagyunk. Try és ennek célja van. But we are human beings, és az, hogy és az nem az, and it's not hogy megves minket, mert ezek that csak you would emberek, hanem az, hogy megvásd azt, hogy Isten az, aki választ. But that you would see that it's God who gives the answer. Isten az, aki reményt ad. That it's God who gives Isten az, aki vezet minket. It's God who leads us. Mi nem tartunk távolságot. We are not keeping a distance. És ez emiatt lehet megszokottnak lenni and velem, because of this, velünk. You can könnyű, be, mert it's easy vagyunk, to be familiar with us because we are close and you can láthatsz look into my life, you lehet, can see látod, things hülye vagyok. And you might see when I'm stupid. Okay, lehet. All right, you és, might see it. És tudod, itt a kérdés, and the question is, és itt a kérdés, and the question is, így? Why is it so? Azért, mert mi is tagjai vagyunk because a Krisztus testének. We are also part of the body. Mikor azt mondom, hogy ez az én when gyülekezetem, I say it's my church, akkor ne legyél olyan hülye, hogy azt gondolod, hogy azt mondom, hogy az én tulajdonomban van. Think it's in my possession, please. Mert nem erre. Ez arról szól, hogy ez a gyülekezet, ahova én tartozom. Not about this, but it just means that this is the church where I belong. És ez nekem elég nyilvánvaló. And for me, de it's quite mondom, obvious. But nyilván. The reason why I say it is that it would be obvious to everyone. De tudod, még egy dolog. And one more thing. Mi is összezavarodhatunk ezzel. We can also get confused about it. Mit értek ezen? What do I mean by that? Mi Isten dolga az életedben? What is the work of God in your life? És mi a te dolgod az életedben? And what is your work in your life? Tudod, vétkezem. I sin. És aztán azt gondolom. And then I think. Hogy valami önbüntetéssel nekem kell megtisztítani magam. That I have to chastise myself with some punishment that I give to myself. Azért, hogy megtisztítsam magam. So that I would cleanse myself. Pedig 1 János 1:9 azt mondja. But in 1 John 1:9 it az, says, aki megtisztít. It's the Lord who cleanses és me. És van egy megbánásom. And I have repentance. És megvallom előtte. And I confess it before him, but he is the one nem who cleanses me. Magam. I don't cleanse myself. In Hebrews, a Krisztus vére. The blood of Christ az, is what cleanses nem me. Az én erőfeszítésem, and not my nem effort, az én buzgóságom, not nem my az én zeal, igyekezetem. Not könnyen how hard I try. We can get confused easily. Mi az, ami, tudod, én csináltam a kenyeret? Lehet, hogy tényleg én csináltam a kenyeret meg a halat? Tudod? Was it really that I made that bread and fish? És nem, nyilván no, nem. Obviously persze, not, hogy nem. Of course not. De azt képzelem. But I imagine. És ez az, ami történik. And this is what happens. Azt mondom, gyümölcsöt kell teremnem. I say I have to bear fruit. I have to bear fruit. Gyümölcsöt kell teremnem. I have to bear fruit. I have to bear fruit. Tényleg? Really? Mióta? Since when? Mióta? Since when? Nem azt olvastuk?
Haven't we read? Vagy majd egyszer olvassuk, ha eljutunk oda a János evangéliumában. Aren't we going to read it once we get there in the Gospel of John? Hogyha az Úrban maradunk, akkor gyümölcsöt termünk. If we abide in the Lord, then we bear fruit. Nem úgy van Galácia 5:22-ben? Galatians 5:22. Hogy ez a Szent Szellemnek a munkája az életünkben? That this is the work of the Holy Spirit in our lives, that he would bear fruit in us. Ó, de én magamra, majd én megcsinálom. Oh, but I'm gonna do it myself. Tudom, biztos fáradt vagy. Sokakkal kell foglalkoznod, ne törődj velem, majd én megcsinálom. Just forget about me. I'm gonna do it. Majd én kiizzadom a szeretetet. Majd én kiizzadom Majd én kiizzadom a mértékletességet, a hosszú tűrést, a jóságot. Én majd kiizzadom ezt. Oké, és ez egy zűrzavar. And that's confusion. Nem, a Szent, nekem az a dolgom. No, my job is. Hogy azt mondjam, Szent Szellem. To say, Holy Spirit, please lead me. Tölts be engem. And fill me. Légy az én Uram a mindennapokban. Be my Lord in minden döntésemben. My everyday life, in every decision I make. És egy értelemben. And in a sense. Sokan kérdezik. A lot of people ask. Mi az elhívásom? What is my call? Olvasd el Máté 28:19-20-at. I read Matthew 28, verses 19 to 20. Ott van, az egész gyülekezetnek az elhívása. The call of the whole church. Ott van, le van írva. It's olyan written egyszerű. There, it's so simple. Isten megadta nekünk. God gave it to us. Figyelj, olyan sok a járásunkból. So much of our walk. Az Istennel járásunkból. So much of our walk with God. Az nem rólunk szól. It's not about us. Nem a mi munkánk. It's not nem our mi work. Valósítjuk meg. It's not us. Tudtad achieving ezt? It. Did you know azt that? Hiszem, legtöbben tudjuk ezt. I think most of us do. De fontos újra átgondolni. But it's important to think about it again. Az én részem a hit. My part is faith. Az én részem az engedelmesség. My part is obedience. Az én részem az, hogy az igét. My part is mondjuk, that. Valamelyik ABT óra. Ja, igen, hogy otthont adok az igének a szívemben. I give a home to the word in my heart. Egy as olyan we said helyet it in an készítek, ABD class. I prepare a ahol place. Ahol Isten igéje otthon érzi magát. Where the word of God can feel at home. Kolossi 3:16-ban. Colossians 3:16. És akkor az gazdag lesz a szívemben. And then it's going to dwell richly in my heart. That's és aztán my persze, part. Járok and vele, of course és I walk vele, with him and I make decisions. De ez az ő munkája. Of course, but this is his work. És figyelj, gyülekezetként, and as a church, ez a szívünk vágya. This is our heart's desire. Szeretnénk, hogyha az emberek látnák Jézust. Like people to see Jesus. Ez a célunk a gyülekezetben, this is our a hívőkkel, goal in the church, és with kint the believers az utcákon, and out a nem in the streets with the unbelievers. János 12:32. Jézus a keresztről beszélt. Jesus spoke about the cross. Azt mondta, ha én felemeltetem, and he said, if I be lifted up, akkor azt mondja, minden embert vonzok. I will draw all men to me. És figyelj, mi is ezt tesszük. And this is what we also nem do. A kereszttel. Not with the cross. De hogy felemeljük Jézust. But we do lift up Christ. Azt mondjuk, hogy ő az, say, aki miatt így élem az életem. Because of ő whom az, I live my life the way I do. And it's him because of whom az, I travel there. A nyári it's because of him that I will go to the summer conference. It's because of him that I come to the service. It's because of him az, that I forgive. It's because of him that I'm az, faithful miatt. To my spouse. Nem az érzelmeim vezetik az életemet. It's not my emotions leading my life. Because I found Jézust. Someone better, Jesus. És ezt szeretnénk megmutatni. And this is what we would like to show. And this is our desire. This is what we are looking for. This is ez a családi szeminárium. What this family seminar is about. Hogy a családjainkban, a barátságainkban, a kapcsolatainkban. Hogyan találkozhatunk Jézussal? How can we meet hogyan Jesus? Járhatunk ővele? How can we walk with him? Erről szól a gyerekfesztivál. This erről szól is minden. What the children's festival az a célunk, is about. Hogy ez legyen. Everything is about this. That's mindent. Our goal that it would be there. That's why we do everything. És ha valami nem erről szól. And if something is not about this. Akkor az nem izgat bennünket annyira. Then we don't really care about it that much. Ez a célunk. This is egy okos embernek elmondhassuk egy okos módon. That we could tell it to egy okos módon. Intelligent person in an intelligent way. That we could introduce Jesus in an intelligent way. És hogy egy kisgyermeknek. And then to a little child, we could introduce Jesus in a childish way. És ez erről szól az egész. Childlike way, and this is what it's all about. Mert ő az, aki gondoskodik. He is the one who provides. Okay. És aztán azt látjuk, see, hogy nem volt porciózás. There wasn't any rationing. Nem volt az, hogy be volt osztva, hogy it tudod, was not that tudod, egy tudod, te ennyit kapsz. You tudod, can get this much. Tudod,
Ja, te a haverom vagy te. Oh, yeah, you're my friend, nem, hanem you're mindenki my buddy, amennyit so you akar. Get this much. No, everybody could eat as much they want as és they wanted. Mert Isten bőséges. Because God is abundant. És ez az ami, oh, oké, okay, jó, már nem megyek bele, de. Right, I'm not gonna go into this. De ez annyira but gyönyörű. It's so beautiful. És oké, okay, a vége a történetnek. And the end of the story. 12-től a 14. versig. Verse 12 to 14. Ott olvassuk, hogy. Hogy miután mindenki evett, that after everybody ate, szedjétek össze gather a darabokat, up the fragments, és miről szól ez? And what is this about? Hogy ez mind drága. That it's all precious. Hogy ez mind drága. It's all precious. Lesz olyan, amivel nem élnek az emberek. There lesz will olyan, be amit eldobnak. Things that lesz people olyan, amit won't nem használnak. Take advantage of, that they just throw away, that they won't use. Mikor evangelizálunk, when we do outreach, akkor időnként utána then mész, at times afterwards you go végigmész, along the way és látsz egy trakit, and you még see egy a tract, maybe two, amit on adtunk the valakinek, ground és that we passed out, kezéből, and somehow it left their hands. És tudod, és nem érdekli. And they are not interested. És itt a kérdésem. And my question is, értéktelen az? Is it worthless? És itt Jézus azt mondja, and here minden Jesus palatka, says, minden morzsa every drága, bite, mert every crumb is precious because it's the provision of God. Olyan, mint Ésaiás 55-ben. It's like in Isaiah 55. 11. vers, attól függ, hogy milyen Bibliád van. Verses 10-11, depending on which what Bible azt mondja, you have. Azt mondja az Isten igéjéről. It says about the word of God. Hogy mint ahogy az eső eljön. It's like the rain comes. És a mennyből, és azt from mondja, heaven, hogy, és jön a hó. And the snow comes. És nem tér vissza dolga végezetlenül, hanem megöntözi a földet. És azt and mondja, returns hogy aztán, not thither, but waters the earth. És aztán azt mondja, hogy hajtás jön belőle, és and makes növekedés it bring forth lesz, és gyümölcs. Bud, so there will be increase and fruit and bread. Azt mondja a 11. vers. Then verse 11. Ugyanígy lesz az én igém, amely kimegy az én számból, és nem tér vissza hozzám dolga végezetlenül, hanem elvégzi az én jó akaratomat, az én szándékomat. So shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereof I sent it. Figyelj, nincs hiába. It's not in vain. Nincs hiába. It's not in vain. Isten szolgálata nincs hiába. The ministry of God is not in vain. Néha a szívünk. Sometimes our heart nem elég erős. Isn't strong enough. És elkeseredünk. And we despair. És azt mondjuk. And we say. Hiába az egész. It's all in vain. Reménytelen. It's hopeless. Senkit nem érdekel. Nobody's interested in tudod, it. A szolgálatnak nincs haszna. Ministry has no és lehet use. Ez az érzésünk. And we can feel like that. Jézus azt mondta. But Jesus said, szedjétek össze mindet. Just gather all the pieces. Úgy értem, mekkora terület lehetett, I mean, 5000 ember, gondolj bele. Just think of it like 5000 people. What a big, huge area that must have és been. És összeszedegették mindet. And they picked up all the tudod, parts. Miért? Why? Ez drága. Because it's precious. Drága, és it's célja precious van. And it has a purpose. És sokszor találom ezt az életemben. And many times I find this in my life. Annak idején jártam bibliaiskolába. I used to go to Bible school. És jegyzeteltem. And I took notes. És volt, amit lejegyzeteltem, holott nem értettem. And there were things that I wrote down even though I couldn't understand them. Volt, ami nem szólt hozzám akkor. There were things that did not really speak to de me. De lejegyzeteltem back őket. Then, but és I voltak still dolgok, amik szóltak hozzám. Took note of them. And then there were things that spoke to me. És aztán később. And later. Nagyon sokszor később. Many times later. Visszaköszönt. It came back. És rá kellett jönnöm, hogy nem volt hiába való. And I had to realize that it wasn't in vain, nem it wasn't értéktelen. Aimless, it wasn't worthless. Istennek terve volt vele. God had a célja plan with it. Vele. He had a haszna purpose volt az with it. Életemben. And it had a use in akkor. My life, but not then. De az érzelmeimben könnyen mondhattam but volna. But in my emotions I could have said it easily. Ne, ugyan már. Hey, come on. Tudod, a tanárnak rossz napja volt. The teacher had a bad day. Ez nem jelent nekem semmit. It doesn't mean anything to me. És könnyen mondhattam volna. And I could have said. Engem nem érdekel. I'm not interested. Csak lerázom. I just shake it off. De olyan hálás vagyok. But I'm just so hogy thankful. Hogy tanultam erről az elején. That I learned about it in the beginning. Hogy nem, ez mind drága. That it's Istennek all precious. Célja van. God has vagy a purpose either today or later. De ez értékes. But it's valuable. És neki terve van ezzel. And he has a plan with that. És csak így két dolog, amit szeretném, and hogy just ha two things that I'd like you to take home with you. És az egyik az ez. One is this.
hogy amikor a mi drága közösségünkre gondolunk, when we think of our precious fellowship, gyülekezetünkre, of our church, akkor mondhatom, then I can say, nincs elég, nincs elég, nincs elég. It's not enough, it's not enough, it's not enough. És annyira igazam van. And I'm so right. Mikor ezt mondom, tényleg when I say nincs this, elég. Really, it's not enough. De itt a másik kérdés. But the other question is this. Jézus itt van. Jesus is here. És ez a nagy kérdés. And that's the big Jézus question. Van, if Jesus is here, mindenre van elég. Then Jézus itt van, there is enough for akkor everything. Lehet tovább menni. If Jesus is here, then és we can az, go on. Szeretném, and this is what I'd like us to take home from this message, that he is at the center, and this whole thing is about him. És ez a vágyunk. And this is our desire. Ezért ez a vágyunk, hogy őt emeljük fel. So this is our desire that we would lift him up. Mert mit tudom én? Nem tudom a Gyöngyinek a szeretete, a Pastor Shane-nek a kedvessége, Pastor Shane's kindness, az én furcsa humorom, my strange humor, az lehet, hogy valakinek elég egy darabig, might be enough for someone for a while, de előbb-utóbb, but sooner or later, csalódni fogsz. You will be disappointed, nyilván, obviously. Ez őróla szól. It's about him. És ez az, ami számít. And this is what matters. Amen. Amen. Ennyi, Atyánk. Heavenly Father, köszönjük neked. Thank you. Hogy adtad a te fiad. That you gave your son. Hogy láthassuk őt. That we could see him. Amint járt és tett köztünk. As he was walking and doing among us. És köszönjük ezt a történetet János 6-ban. Thank you for this story in John 6, for this miracle. Amit te elvégeztél. That you did. Annyira örömünk van. And we have such joy. Abban, hogy megtaláltunk téged. In finding you. Nem, hogy te megtaláltál minket. Actually, in you finding us, hogy a Szent Szellem vont minket. That the Holy Spirit drew us. És megismertünk téged. And we got to know you. Az egy igaz Istent. As the one true God. Köszönjük neked. Thank you. Istenünk, köszönjük, hogy a mai napon. Our God, thank you that today. Bevonsz minket. You get us involved into your thinking, into your work, into your will. Hálásak vagyunk ezért. We are thankful for this. És hogyha úgy vagy itt ma, and if you are here today, hogy még nem ismered Jézust, and you still don't know Jesus, akkor szeretnélek hívni téged, then I'd like to hogy ismerd őt meg. To get to know him. Ez nem a mi gyülekezetünkről szól, about our church, ez nem vallásról szól, it's not about religion, ez a te szívedről szól, it's about your heart, te személyes kapcsolatodról Istennel, and your personal relationship with God. A mai nap today, neked lehet egy személyes kapcsolatod Istennel. You can have a personal relationship with God. Szólítsd meg őt. Just call on him. Mondd azt Istennek. And tell him. Egyszerű szavakkal a szívedben. Simple words in your heart. Jézus. Jesus. Ments meg engem. Please save me. A mai nap. Today. Hiszek benned. I believe in you. Bízom benned. I trust you. Köszönöm, hogy meghaltál azon a kereszten értem. Thank you for dying on that cross for me. És hiszem, hogy feltámadtál és hívsz engem. And I believe you rose and you are calling me. És Jézus, jövök hozzád. And Jesus, I come bízom to you. Bízom benned. I trust you. Ments meg engem. Please save me. Adj nekem új életet. Give me a new life. Új kezdetet. A new beginning. Új szívet. New heart. A életedben először kéred őt így. And if you ask him for this for the first time in your life, then as the church is praying, kérlek, tedd fel a kezed egy please pillanat, raise your hand for a moment that I could know ezt a döntést, that you made that decision. Van-e valaki ma? Is there anyone today? Köszönjük, Urunk. Thank you, Lord. Ezt az üzenetet. For this message. Áldunk téged. We bless you. Amen. Amen.